Nyolcadikosok szorgoskodnak a Cipernovszki szakgimnázium elektrotechnikai műhelyében. Egy ilyen világító karácsonyfát kell összerakniuk az elektronikától kapott alkatrészekből forrasztó segítségével. Ez a fiú azt mondja, szeretné ezt a szakmát tanulni. Gondolkodtam ezen is, hát a Cipernovszkiban is, meg az 58-ban is gondolkodom még. Először az elsősöknek szerveztek ilyen elektrokarácsonyt az iskolában, majd kitalálták a rendhagyó technikaórát a pályaválasztás előtt állóknak, hogy megismertessék és megszerettessék a műszaki szakmákat velük. Tavaly volt először, hogy nyolcadikosokra is ezt kiterjesztettük, tehát külső iskolákból, akiket ez a szakma esetleg érdekel, vagy látnak benne valami fantáziát, hogy picit kipróbálhassák magukat. Hát ugye a lényege az a dolognak, amiről beszéltünk is, hogy egyfajta élményt kapnak. Van egy kis produktum, amit ha elkészítnek, akkor megvan az a sikerélmény, hogy nekik ezt sikerült megcsinálni, és tanulnak is belőle reményeink szerint. A pályaválasztást segítő programhoz a helyi iparkamara is csatlakozott támogatóként. Egyik önkéntes tagjuk biztosította az alkatrészeket. Adventi a hangulat, de nagyon-nagyon komoly szakmai tartalommal töltötte fel a szakgimnázium ezt a délutánt. Végzős diákokat is segítségül hívott, úgyhogy minden gyermeket próbálnak segíteni, hogy sikeresen meg tudják valósítani ezt a világító fenyőfát. Nagy volt az érdeklődés. Éppen ezért jövőre újabb csoport érkezik a Cipernovszkiba. Rögtön januárban vehetnek részt egy hasonló eseményen. Azért, mert februárban már arról kell dönteniük, hogy hol tanulnak tovább.